Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát látják. Tartsanak velünk! Halasi tükör, a városi heti lap. Heti tükör, címlapon az elmúlt napok legfontosabb történései. Megszépült a Vári Szakképzőiskola, amelyet Palkovics László miniszter avatott fel. D. Nagy Lajos első akkordjairól és Máté Péter ingéről is mesélt a legendás halasi újságíró, zenész. Színvonalas verseny és remek előadók a 10. pont karaoke versenyen. Halasi tükör. Keresse szerdánként a szokott helyen. Idén is lesz őszi zöld hulladékgyűjtési akció. Addig is azt kérik a lakosságtól, hogy ne az árkokban és vízzel vezetőknél halmozzák fel a faleveleket. Értékeltek és a feladatokról egyeztettek. A város vezetők és az egyházak képviselői tanácskoztak ma az önkormányzati hivatalban. Technika órákat tanműhelyekben, általános iskolásoknak tartanak foglalkozásokat a Vári Szabó István szakképzőben. Életeket menthetnek a kiskészülékek, a fűtés beindításakor célszerű beüzemelni a szénmonoxid érzékelőket is. Köszöntöm kedves nézőinket, ma este is friss hírekkel jelentkezünk. Súlyos baleset történt ma késő délelőtt Kiskunmajsa és Kígyós között. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy autó letért az útról, kidöntött egy telefonoszlopot, majd a fák közé rohant és felborult. A helyszínre riasztották a mentőket és a halasi tűzoltókat is. Az elsődleges adatok alapján a sofőrnél felmerült a belső sérülés gyanúja, ezért a halasi kórházba szállították. A helyszínelés és a műszaki mentés idején félpályás útzár volt. Napi munkát ad most már a fák lehulló leveleinek eltakarítása. Halason többféle módja van az összegyűjtött falevelek elhelyezésének. Szervezik már az őszi zöld hulladékgyűjtési akciót is. Addig is azt kérik a lakosságtól, hogy a faleveleket ne az árokban és a vízelvezetők közelében halmozzák fel. Rárakom a zsákra, és akkor így elviszem. Akad feladat bőven, most már intenzíven hullanak a falevelek. Kovács Gyuláné lakótelepen él, fent a negyediken lakik, de ő is szorgalmasan kiveszi a részét ebből az őszi munkából. Annyi levél vagy, a közmunkások nem győzik, és akkor előhátul én rendet, ott van a nagy rakás, várjuk majd, hogy mikor viszik el, ott hátul is nagy rakás, összekotortam, úgyhogy csontom is edzésben van. Úgyhogy hát már mostan egy, több mint egy hónapja, hát annyira potyog a levél, hogy muszáj kotorni. Én meg szeretem a rendet. Akkor ez még hetekig munkát fog adni? Hát addig csinálom, még lesz levél. Még hullik. Az összegerebjézett, összegyűjtött levelek elhelyezésének több módja is van Halason. Például már szerveződik a zöld hulladékgyűjtési akció, amikor nagy konténereket tesznek ki a város több pontjára. Az előző évekhez hasonlóan idén is tervezünk őszi lombelszállítást, tehát a helyszínek nagyjából maradnak azok, amik voltak. Az időpontok még egyeztetés alatt állnak, de mindenféleképpen értesítjük a lakosságot, hogyha megvannak a végleges helyszínek, illetve végleges időpontok. Szeretném elmondani, hogy a továbbiakban is ugyebár a házhoz menő zöld hulladékszállítás az üzemel, tehát igénybe lehet venni a lakosság részéről, illetőleg a hulladék udvar is fogad be zöld hulladékot, ugyebár ide kisebb mennyiségben célszerű érdemes kivinni. Központi lerakó kint a Zsanai úton pedig nagyobb mennyiségben is fogad be. A hulladék udvar, amely felüljáró lábánál található, érdemes előtte egyeztetni a nyitvatartására, hogy hogy van, mint van, tehát nehogy valaki kivigye a hulladékát és ott ne tudja átadni. Ugyebár itt ingyenesen lehet leadni a lakosságnak kisebb mennyiségben. A központi lerakóban kint nincsen mennyiségi korlát, ott viszont fizetni kell érte kisebb-nagyobb tételekért is. A szakemberek szerint az lenne a legideálisabb, ha minél többen komposztálni tudnánk a faleveleket és a többi zöld hulladékot. Aki viszont a közterületeken gyűjti össze a leveleket, azoktól azt kérik, ügyeljenek arra, hogy a levelek ne tömjék el a lefolyókat eső esetén. Azt javasolnám, hogy aki tudja, az komposztálja otthon a zöld hulladékot, legyen szó akár levélről, vagy bármilyen egyéb zöld hulladékról.
A kerti hulladék égetés az ugyebár december 1-től nem szabad helyi rendeletünk értelmében, tehát addig ezt is meg lehet oldani. Aki viszont közterületen gyűjti a hulladékot, vagy nincs neki lehetősége komposztálásra, azt mindenféleképpen felhívom a figyelmet, hogy ne vízelvezetőkbe, árkokba gyűjtse, mert hogyha az őszi esős időszak megérkezik, akkor az nagyban nehezíteni fogja a csapadék elvezetést, inkább tényleg fák tövébe vagy olyan helyen, ahol kevésbé aggat, és hogyha ki lesz hirdet, hogy hol és mikor lesznek a konténerek elhelyezve, akkor pedig majd természetesen ingyenesen lehet azokban elhelyezni a zöld hulladékot. Már ügyfélsegítő dolgozik a Halasi Bíróságon is. A korábban alkalmazott panasznap helyett egy új rendben lehet segítséget kérni. Az ügyfélsegítő ügyintéző feladata, hogy az ügyfél által előadott szóbeli keresetet, magánindítványt, egyéb kérelmet az eljárási jogszabályok megtartásával jegyzőkönyvbe rögzítse. Az ügyintéző az ügyfelek számára jogi tanácsot nem nyújthat, előzetes véleményt, esélylatolgatást nem adhat, és ügyvédet sem ajánlhat. Mindenre interneten érdemes időpontot foglalni a képernyőn olvasható weboldalon. Kiskunhalason péntekenként 8 óra 30 és 12 óra között, valamint 13 óra 30 és 15 óra 30 között várják az ügyfeleket. Az ügyfélsegítő napon felvett kérelmek nem jelentenek előnyt az olyan kérelmekkel szemben, amelyeket írásban önállóan terjesztenek elő az illetékes bíróságon, áll a tájékoztatóban. Átbeszélték az elmúlt egy év tapasztalatait és a következő egy év feladatait. A Városházán ma tartották az egyházi találkozót. Egy új feladat is felmerült, hiszen a városba települő börtönben is szükség lehet az egyházi jelenlétre. Az egyházak képviselői érkeztek ma a Városházára, minden évben sor kerül erre az egyeztetésre, most is több téma szóba került. 2014 ősze óta imáron az ötödik alkalommal hívja és várja a város vezetés a Kiskunhalason történelme múltal jelenlevő egyházak képviselőit, vezetőit, lelkészeit, hogy az előző évről beszámoljanak, milyen programjaik, feladataik és lehetőségeik voltak előre haladni, illetve a közeljövő eseményeiről is tudjunk valamiféle képet alkotni. A városvezetés ilyenkor szokta egyeztetni a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.-vel közösen a decemberi adventi vasárnapoknak az elosztását, illetve készülünk az újévi koncertre is, amelynek immáron több éve a baptista templom szokott otthont adni. A tanácskozáson egy új téma is felmerült, mégpedig a városban hamarosan megnyíló büntetés végrehajtási intézet. Ami fontos feladat lesz most megbeszélni, a börtön februári nyitása valószínűleg az egyházaknak is fog egyfajta feladatot adni, hiszen valamennyi ilyen intézetben működik börtön lelkészi szolgálat, illetve azt is meg kell majd beszélnünk, hogy az egyházak, mivel több helyen, több formában is intézményfenntartók, nyitottak lennének-e arra, hogy önkéntes munkában fogadjanak olyanokat, akik egyébként ebben az intézetben laknak, de tanítási időn kívül valamilyen szünetben, valamilyen feladatot, akár udvarrendezést, kerítésfestést vagy hasonlókat el tudnának látni. A fórumon Fülöp Róbert polgármester megköszönte az egyházak részvételét a város életében, a különböző rendezvényeken, és mint mondta, számít az aktív részvételre a továbbiakban is. Meg szeretném köszönni a résztvevőknek az aktív jelenlétet a városi rendezvényeinken, programjainkon, hogy ezeken rendre tudunk találkozni, példaként az augusztus 20-át, vagy az adventet tudom mondani, amelyeken rendre közösen tudunk ünnepelni. Az egyházak képviselői is elmondták felvetéseiket, észrevételeiket. Édes Árpád református elnök lelkész például az augusztus 20-ai ökumenikus kenyéráldásról. Ez legyen egy olyan nyilvános istentisztelet, amire meghívjuk a várost. Ennek persze része a kenyér szentelésben. Ez is egy szakrális kifejezés, szakrális cselekedet. Hozdik Zsolt kanonok plébános többek között egy máshol már jól működő példát hozott, amit akár Halason is be lehetne vezetni. Ez megint csak Vadkerten létezett, akár a születi fesztivál, akár városnapok alkalmával, ott például egy olyan rendezvény volt, hogy szentmises volt Vadkertért és minden lakójáért, ami ugyanígy az önkormányzat vett részt, illetve a testvérvárosok képviselői, mondjuk oda jöttek is a testvérvárosok mindig ilyen alkalommal. Azért nagyon szép alkalom volt például, hogy a szentmise könyörgéseit sorba öt nyelven olvasta az öt polgármester, vagy éppen a küldötte, tehát ez is egy
alkalom lehet, hogy imádságosan is megemlékezni mondjuk a város lakóiról. A városvezetésnek jó a kapcsolata az egyházak képviselőivel, és nem csak ilyenkor az éves értekezleten találkoznak, hanem bármikor, ha felvetődik egy-egy kérdés, amit meg kell vitatni, illetve igyekeznek minél több egyházi meghívásnak eleget tenni. Már nem sokáig, szűk két hétig, vagyis október 31-ig lehet használni a készpénzes vásárlásoknál a régi 1000 forintos bankjegyeket. November 1-től már csak az idén márciusban megjelent 1000 forintossal lehet fizetni. A be nem cserélt régi 1000 forintos bankjegyek nem veszítik el értéküket, mert minden bank és postafiókban 3 évig, a jegybankban pedig 20 évig díjmentesen beválthatók azonos címletű bankjegyekre. Noha még kellemes az idő, egyre több helyen üzemelik be a fűtést. Az első begyújtások előtt célszerű szakemberekkel átnézetni a fűtőberendezéseket és a kéményeket. Fontos a szénmonoxid mérők felszerelése is, hiszen életeket menthetnek meg ezek a készülékek. A szénmonoxid szagtalan és nem irritáló gáz, ezért a jelenlétét érzékszerveinkkel nem tudjuk észlelni. A szakemberek megbízható helyről javasolják a készülékek beszerzését, és ha azok jeleznek, akkor a veszélyes helyről azonnal friss levegőre kell menni. Rendhagyó technikaóráknak adott otthont a Vári Szabó Szakképzőiskola tanműhelye. A Körösi úti képzőhelyen ma is több pályaválasztás előtt álló diák tett látogatást. Ismerkedtek a különböző szakmákkal, volt, aki például festett, volt, aki vart, míg mások a fémipari munkákkal, vagy éppen az autószereléssel ismerkedtek. A fémiparos tanműhelyben vagyok most. Itt fognak majd a későbbiek folyamán tanulni a karosszéri alapatosok, a hegesztők, a gépi forgácsolók, ők ide fognak nyelni, az első évet itt töltik nálam. Különleges technika órákra nyújt lehetőséget a Vári Szabó István Szakképzőiskola tanműhelye. A programban résztvevő felső tagozatos diákok egy-egy óra erejéig bepillanthatnak a különböző szakmákba, még apróbb tárgyakat is készítenek. A pályaválasztás előtt álló fiatalok talán épp egy ilyen óra után tudják eldönteni, hogy milyen képzésre jelentkezzenek. Nagyon örült az egész osztály, főleg mi, szerintem. Ugye nem csak hogy látjuk, hogy magyaráznak, hanem ezt ki tudjuk próbálni is. Szerintem nagyon jó lehetőség. Neked van-e már elképzelésed, hogy milyen irányban indulsz majd el? Van már elképzelés. Hát a vízügyi szakra, Szegedre vagy Békéscsabára. Örültünk neki, mert ugye meg lehetett nézni, hogy mit csinálunk, mit csinálnak a szakemberek, és ugye így egy komolyabb képet kaphattunk a szakmákról. Hugyesz Máté már azt is kigondolta, hogy két szakmát is szeretne szerezni. Villanyszerelőt. Azt gondoltam, csak ugye az még érettségre épülő szakma, ezért gondoltam meg egy gépjavítót előtte. A Vári Szabó Szakképzőiskolában azt tapasztalják, hogy a mai fiatalok kevésbé ismerik a szakmákat, ezért hívták őket a foglalkozásokra. A kisdiákoknak, akik most itt jelen vannak, éppen mögöttem is, szeretném bemutatni a szakmákat. Tapasztalatunk, hogy nem nagyon tudják, hogy mit jelent egy asztalos szakma, nem tudják, hogy mit jelent egy női szabó szakma, hegesztő szakma, stb. Tehát mindet felsorolhatnánk. Ez a mai világ lehet, hogy velejárója talán ennek, hogy kevésbé kapcsolódnak be a diákok, vagy a gyerekek otthon a háztartási munkába. Itt megfoghatják a kis szerszámokat, eszközöket, kipróbálhatják, hogy melyik szakma miről is szól. Így megfogom, itt összefogom, és akkor így körbe, így itt ezt a fiatalt ki tudod vágni. Jó? Október 26-án még többen ismerkedhetnek a különböző szakmákkal, képzésekkel és munkahelyekkel, hiszen nagyszabású pályaválasztási napot tartanak Halason. A fiatalok több csoportban, több helyszínre látogatnak el, így a Körösi úti műhelyekbe is. 26-án pályaválasztási nap lesz iskolánkban, és erre a város diákjait, minden általános iskolát megszólítottunk, hogy küldjék a diákokat hozzánk, és akkor nagyon sokan részt vehetnek az itteni munkálatokba, sőt, külső helyről, más városból is várunk diákokat, ugyanis az a cél ott is, hogy a szakma fontossága a mai világban, a szakmaszerzés nagyon jót tesz a diáknak. A Vári Szabó iskola már készül a jövő tanévre is, hiszen beindítják a szakgimnáziumi képzésüket közlekedésgépész, illetve vendéglátás szervezés szakon. Mit ettek, hogyan muzsikáltak, mivel töltötték télen szabadidejüket a pásztorok hajdanán?
Ezekre a kérdésekre is választ lehetett kapni a Pásztortűz Egyesület ma délután megtartott rendezvényén, ahol egymás után három előadást hallgathattak meg az érdeklődők. A programban a prezentációk mellett komoly szerep jutott a hangszereknek és különböző hangkeltő eszközöknek is, melyekről különféle történeteket is meghallgathattak a jelenlévők. Az előadókkal készített interjúinkat a Kultúrkép magazin egy későbbi adásában tekinthetik meg. Most pedig a folytatásban röviden összefoglaljuk a nap legfontosabb híreit. Idén is lesz őszi zöld hulladékgyűjtési akció. Addig is azt kérik a lakosságtól, hogy ne az árkokban és vízzel vezetőknél halmozzák fel a faleveleket. Értékeltek és a feladatokról egyeztettek. A város vezetők és az egyházak képviselői tanácskoztak ma az önkormányzati hivatalban. Technika órákat tanműhelyekben, általános iskolásoknak tartanak foglalkozásokat a Vári Szabó István szakképzőben. Életeket menthetnek a kiskészülékek, a fűtés beindításakor célszerű beüzemelni a szénmonoxid érzékelőket is. Kedves nézőink, ennyi hír fért mai összefoglalónkba, viszont most haladunk tovább a Halas Televízió program kínálatával. Rövidesen jön az időjárás előrejelzés, majd pedig 4-8-kor kezdődik a napi mozaik. Benne kiskunhalasi általános iskolások által bemutatott táncprodukciókból állítottunk össze egy csokorravalót. 7:30-tól haladunk tovább a kultúra vonalán, kezdődik a Kultúrkép magazin, benne pedig ellátogatunk többek között egy író-olvasó találkozóra, és megmutatjuk azt is, hogy milyen volt a 9. pont karaoke verseny győztesének lemez bemutató koncertje is, úgyhogy azt gondolom érdemes lesz velünk tartani 7:30-tól, és további kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra!